kérdéseket, és megmondják. A kérdések másképpen költőügyjel, mint ahogy én elmondtam, egy Mátyás király mesében a következőképpen volna megfogalmazva. Látogassanak meg engem, de se nem lóháton, se kocsin, se az úton, se az út mellett nőjön. Ruhába is legyenek, nem esztelen is. Hozonnak is nekem ajándékot, mondjam is. Tulajdonképpen ez az a dilemma, amit nekünk most el kell oldanunk, és meg tudjuk oldani. Egyelőre ennyi, megvan az a mozgatók, hogy indítványok, amelyik a segítségét áll. Ha elfogadják, számogatják, a szándék esélyek, akkor ezt a közgyűlés is még tudjuk tárgyalni. Ma és a segítségét áll. Az egészségügyi modellel kapcsolatban alakult ki a vita, ott láttuk a lehetőséget tanulni. Viszont természetesen teljes csomag tartalmazza a mai életkörül is legfontosabb témáit, amelyek között meghatározza az leépítel, a költségvetés módosítása, a látványi rendelkezése, a személydíja, a 400-as szakadék, én azt tartom, hogy ez lehetővé teszi azt, hogy úgy állapodik, hogy tudjon, ugyanakkor más korlátozottak nem lehet is. Új pénz nélkül. Tehát vissza fognak jönni a korlátozott kérdésnek, háromkor az ülésre? Mert vannak akik. És akkor az egyikitel is itt van hozzák is? Viszont, igen. De természetesen mindenre nekik még rá kell szólítani, ezért fogalmaztam a mesenyelvén, mert egyelőre csak a kérdés adott el tőlem, és a képviselőjük az egyelőre egy igen. Én nem mennék már, részletesen tudjuk, hogy mi a tartomány, de akkor... De mi lesz a kompromisszumkor? Ez az, amit majd tolmácsolatok. Hát ez szomorú lenném tudomásul, mert délelőtt nem voltak teljesen jelen. És nem ez egyáltalán nem jelen, hogy délelőtt elkezdett magát a pontokat elfogadni, még hogy ebben ez elkezdett volna. Ezek hiányoztak, és délután az MSZP még nem is egyszerű. Igen. Ezt valószínűsítem a tárgyalás alapján. Hát 3 órában.